Kedves barátaim, ma azért vagyunk itt, hogy beszéljünk egy jobb jövőről, egy olyan Magyarországról, amely képes élni az Európai Uniós tagság által kínált lehetőségekkel. Számunkra az EU nem csak egy gazdasági unió, nem csak egy érdekközösség, hanem egy eszme, mely összeköt minket közös céljainkban. Mi nem Európát akarjuk megváltoztatni, nem több vagy kevesebb Európát akarunk. Számunkra az a fontos, hogy a magyar emberek élete legyen jobb. Az, hogy a magyar emberek élhessenek jobban, szabadabban és méltóságban. Ma az a kérdés, hogy itt Európa lesz-e, vagy valami más. Sajnos mindannyian tudjuk, hogy ma egyre jobban távolodunk Európától. A munkavállalói jogok megcsonkítása, az alacsony bérek, az egészségügy és az oktatás válsága súlyosan érint minket. De mi, szocialisták, nem fogadunk el olyan jövőt, ahol a magyar munkavállalók kevesebbet érnek, mint más európaiak. Jelentős béremelést akarunk. Nem lehet, hogy töredékét kapja egy magyar munkavállaló ugyanazon a munkáért, mint egy nyugat-európai társa, mert jogotok van hozzá. Jól működő állami oktatást és egészségügyet akarunk, mert jogotok van hozzá. De ehhez erős szakszervezetek is kellenek. Tudom, hogy ti is nehéz helyzetben vagytok, de maximális szolidaritásunkról biztosítunk benneteket, mert tudjuk, hogy milyen fontos szerepetek van abban, hogy egy jóléti Magyarországot teremthessünk meg. Elfogadhatatlan, hogy Magyarországon ma sok munkavállaló a túlórákban betegre dolgozza magát, és elviszi valami rohadt betegség, mielőtt elérni a nyugdíjas korhatárt, vagy ha el is éri a nyugdíjat, olyan ócska, vacak nyugdíjat kapnak az emberek, amiből nem lehet tisztességesen megélni. Ami ma Magyarországon van, soha nem fog működni. Az a munkavállaló, aki több helyen is dolgozik, hogy el tudja tartani a családját, de még így is a hónap végén azt kell néznie, hogy melyik számlát tudja befizetni, és belebetegszik a folyamatos stresszbe, nem lesz képes egy virágzó, boldog országot építeni. Mi változást akarunk, de nem egyszerűen a gazdaságot akarjuk jobbá tenni. Ez a változás az emberek javítását, emberek jólétének javítását jelenti. Azt akarjuk, hogy lecsúszó, összeszerelő gazdaság helyett Magyarország váljon valódi jóléti állammá. Ez nem csak politikai cél, hanem erkölcsi kötelességünk is. Egy jobb Magyarországért dolgozunk minden nap a parlamentben, az utcákon, a fórumokon. És ebben a munkában erős szövetségeseink vannak. Köszönöm, hogy itt vagytok velünk ezen az úton. Együtt megteremthetjük ezt a jóléti államot, amely méltó minden magyar polgárhoz. Jogotok van hozzá. Ti sem értek kevesebbet, mint az Európai Unió más állampolgárai.